Budavári Dori szerintem az elmúlt években egy nagyon-nagyon fontos kulcsfigurájává vált a Balatonnak és a Balaton körüli gasztro és kulturális életnek, hiszen ő egy olyan motort jelent a Balatonnál számunkra, aki tényleg szeretné 4 évszakossá tenni a balatoni kulturális és gasztro életet. Én egy ilyen szervezkedő csaj vagyok. Próbálom összehozni az embereket, projekteket kitalálni, bemutatni azokat egymásnak, akik tudnak egymással valamit kezdeni, és mindezt a bor és a gasztronómia témakörében. A MOL és az Index bemutatja Best of Balaton. Az egésznek az a középpontja, hogy szerelmes vagyok a Balatonba. Tehát, hogy minden projektötlet már egy ideje, ami eszembe jut, az a Balatonnal kapcsolatos. Volt egy ilyen hihetetlen pesdülés itt a tó körül, ez engem nagyon elkapott, és azóta is tart. Szívemnek legfontosabb a Balaton Camino, már 3-szor körbe sétáltuk le Balatont, és nekem ez egy fantasztikus tudást adott a Balatonnal kapcsolatban. Részt vettem a Jazz Picnic szervezésében még a kezdetekkor, jelenleg a Gasztrohegyet csinálom Badacsonyban, ami 10 vendéglátóhely összefogása, és alapvetően a szezon próbáljuk kihúzni. Szervezem a Szent Györgyhegy hajnalig rendezvényt, ami közel 20 borászatnak az összefogása, egy varázslatos este, amikor be lehet járni a hegyet a borok mentén. Most készül egy Balaton podcast, és az elején még a balatoni gasztro térkép megalapításában is részt vettem. Bornak a története az szerintem nem csak a szőlőről és a termőtalajról szól, hanem arról is, hogy ki az, aki készíti. Nem volt itt a környéken egy olyan kis bolt, vagy bármilyen spot, ahol csak szentgyörgyhegyi borok kaphatók. Ez a borbolt a présháza maljába, a konyhámba is egy hobbi, egy pop-up borbolt. A szentgyörgyhegyi borokat gyűjtöttem ide, a kedvenceimet. Mindig kérdezik, hogy mi alapján, és mindig azt válaszolom, hogy az alapján, hogy mi ízlett. Van egy izgalmas új projekt borokkal kapcsolatos, ez a Veszprém 2023 keretében megvalósuló egy bor egy vers történet. 2021-ben 6 szentgyörgyhegyi borászatnak a borára került fel egy kortárs vers, ezt idén kibővítettük, és idén 12 balatoni borászat mellé kapcsolunk kortárs verseket. A cél az, hogy a borokat kóstolva, együtt a verseket olvasva valami komplex és több élményt tudjunk adni. Ha munkáról van szó, akkor elég sokat ülök itt a Hablány teraszán. Kicsit itt futnak össze a szálak, és nem utolsó sorban a Hablány a Gasztrohegynek a központja. A szociális élet itt a Balatonon felpesdült, tehát hogy most már nem csak egy hétvégi helyszín, hanem egyre hosszabb ideig maradnak lenn családok, fiatalok, akik tényleg tudnak távmunkába dolgozni. Ez azért nagyon megkönnyíti a létet itt, hiszen az ember egy szociális lény, és szeretne szomszédolni, meg grillezni, meg átmenni a másikhoz, és nem csak nyáron, hanem nyilván ősszel és télen is, sőt. Amit el tudok képzelni, hogy pár év múlva kevesebb munka és több Balaton lesz az életemben, és ez jelenti azt, hogy szeretném szorosabbra fűzni a vízzel való viszonyomat. Gondolkodom vagy kacérkodom vitorlás jogsival, vagy azzal, hogy lesz egyszer egy kis hajóm, vagy egyszer akár egy csónakom, amivel ki tudok menni a vízre, és kiélvezni azt, ahol vagyok, mert eddig nagyon sokat tettem érte, és nyilván ezután is fogok, viszont szeretném élvezni is ennek az eredményeit. A MOL és az Index bemutatja Best of Balaton. Balatoni kalandok 4 keréken a Hyundai támogatásával. A váratlan nyár élményeit a Telekom hozza el neked.